Arcápolók és díszítő kozmetikai készítmények Arcápolási készítmények, arcrémek, arclamosó tejek, arcvizek, arctonikok, arcpakolások, maszkok, bőradirok, bőrápolóolajok, díszítő kozmetikumok, ugye ajakápolók, szemkörnyéki kozmetikumok, kendőszerek, körömkozmetikumok, Ugye még ide tartoznak az illatszerek is, tehát illóolajok, kölnik és parfümök. Vegyük akkor szépen sorjába őket, tehát kezdjük el akkor az arcápoló készítményekkel. Arckrémek Tehát az arckrémek az egészséges bőr rendszeres ápolására szolgáló készítmények, alapvetően vízből, olajból és különféle hatóanyagokból, illatosítókból, esetleg színezékekből állnak. Készülhetnek, ugye száraz bőre, ezeknél kevés vizet oszlatnak el az olajba, tehát V per O típusokak, típusúak, ugye víz az olajba. Ugye ez a víz, ez meg az olaj. Ezek nappali krémek. A bőrekenve könnyen felszívódnak, nem hagynak zsíros nyomot. Mat felületet képeznek főleg zsíros arcbőrűek számára ajánlottak. Zsíros bőre ezeknél kevés olajat oszlotnak el a vízben, tehát O per V, tehát olaj a vízbe. Típusok, tehát éjszakai krémek, a zsírszegény bőr zsírozására és a mosakodással elvezetett zsíradék pótlására, a bőrfelületen lévő szennyeződések eltávolítására alkalmazhatók. A bőrön fénylő réteget hagynak, félzsíros bőre, ezek zsíranyag tartalmának alsó határa, ugye 20%-os, tehát a félzsíros bőre, átmentetet képeznek a zsíros és a száraz krémek között. Az időjárás káros hatásai ellen védik a bőrt, felszínén nem képeznek fénylő réteget, könnyen felszívódnak. Vannak az úgynevezett Hidratáló krémek. Ezek vízmegkötő anyagokat tartalmaznak. Vannak még masszás krémek, amelyek többnyire vízmentesek, tartalmaznak bőrnyugtató adalékokat, gyulladáscsökkentőket és különféle gyógykivonatokat. Vannak még a cold krémek, amelyek a bőr hűsítő ápolására ajánlottak. Tehát a cold krém más néven hideg krémek, tehát hűsítő hatása miatt lett ez a neve. Van még bőrtápláló krém is, amelyek különféle hatóanyagokat tartalmaznak, ilyen lehet a lanolin, a lecitin, a fehérje, a vitaminok és a mépempő. Vannak még savanyú krémek, amelyek lehetnek antiszeptikus hatásúak és pórus összehúzó anyagok. Arclemosó tejek. Az egészséges bőr portól szennyeződésektől, a használt festékektől való megtisztítására szolgálnak. Használatuk szárító hatású szappanos lemosás helyett. Érzékeny bőrűeknek ajánlható, a bőrt frissítik, puhítják. Összetétüleknél fogva nem szívodnak be a bőrbe víz- és olajtípusú emúziók. Arcvizek és arctonikok tisztító frissítő hatású készítmények, feladatuk a bőr tisztítása és előkészítése a bőr kezelésére. Vannak alkoholmentesek, alkoholtartalmazók és különleges hat hatású adalékok is az arcvizekbe és az arztonikokba. Az alkoholtartalmazó arsztanikok normál és zsíros bőrűeknek ajánlhatók. Az alkoholmentes arsztanikok az érzékeny és a száraz bőrtonizálják. A különleges hatású adalékot tartalmazó tonikok pedig növényi kivonatok, pórus összehúzó hatású, hamamelis, nyugtató kamilla és alantoin tartalmaznak. Arcápolások, maszkok rövid idő alatt intenzíven ápolnak. Összetevőik a bőrön megszáradó, kikeménykedő, esetleg hőt fejlesztő hordozóanyagok és arc arcápoló adalékok is vannak benne. Bőradírok. A bőr elhalt hámsejteinek átávolítására szolgálnak. Összetevőjük ugye különböző eredeti dőrzsanyag, bőrregeneráló anyag, hámlasztás segítő adalékanyagok, tehát gyümölcsavak vannak benne, a dörzsanyag keménysége és szemcsemérete az arc és a testradíroknál alapvetően különbözik. Az arcra csak nagyon finom, Karcmentes győrzsanyagot szabad alkalmazni, illetve még vannak bőrápoló olajok is. És akkor most nézzük meg a díszítő kozmetikumokat. Valamennyi díszítő kozmetikai termékeknél rendkívül fontos az illat, sőt, ezen túlmenően az illatharmónia. Az illatőszhang harmonikusabbá teszi a használóját. Vannak ajakápolók, szájhúzsok, és Ajakstiftek Az ajakápolók legjellemzőbb tulajdonságai, tehát rúzsra jellemző illat, kellemes gyümölcs vagy fűszeréz. alaktartósság és jó kenhetőség jellemző jár, jár rájuk. Legjelentősebb ajakápolós shiftek, mint az ajakír és a szőlőzsír. Valamennyi kicsepe ki illetve valamennyi kicserepesedett ajakak puhítására szolgál. Összetevői között ugye a legfontosabbak a viaszok, a vitaminok, az antiszeptikus és a gyulladáscsökkentő csökkentő anyagok. A rúzsok az ajak színezésére alkalmas szilárd, rúd alakú, tokban elhelyezett készítmények. A rúzsok kiegészítője a szájvonal, esetenként a szájforva, Módosítására szolgálok, kontúra, kontúra rúzsok, valamint a szájteltségét sugalló szájfények is léteznek. Szemkörnyeki dekoratív kozmetikumok, ugye a színezők és a szemhéjfestékek. Ugye vannak szempúderek, szemöldökfestékek és szempillafestékek. És ugye spirálok is léteznek, ugye a szempillára. Valamennyi készítménnyel szemben igon szigorúak az előírások, ugyanis a szem és a szem környéke fokozottan érzékeny. Összetevőjük között természetes és mesterséges eredetű anyagok egyaránt szerepelnek. Így tartalmaznak lánkormot, szerves és szervetlen festéket, glicerint és szappant. Kendőzőszerek, make-up, folyékony ugye arcpúderek, korrektor shiftek, arcpúderek, arcrúzsok. A bőr egyedetlenségeinek eltüntetésére, a bőrhibák korrigálására szolgáló készítmények. Áruválasztékük a legfontosabb elemei, ugye a porpúderek, kompakt vagy préselt púderek, tehát népies nevükön kőpúderek, vannak folyékony púderek, púderkrémek, krémpúderek, stiftek, korrektorok és arcrúzsok. A púderek alkotóide a talkum, a szappan, a kaolin, a keményítő és az illatanyagok. Az arcrúzsok a szájrúzsokkal azonos összetevőiek, csupán nagyobb mennyiségben tartalmaznak lágyítószert. Ugye itt látjuk a szemöldök festéket, ugye amiről beszéltem, szemöldök és szempillafesték. Ugye itt vannak a púderek, tehát az arcra való púder. És akkor most jön a köröm kozmetikum. A köröm ápolók és a köröm a köröm ápolását segítő kozmetikai termékek. A köröm ápolás a körömök tisztán tartása, a körömlemezek rendszeres nyírása és reszelése, a köröm körüli bőrészek ápolása, valamint a köröm díszítése és lakkozása. Erre jók a körömkozmetikumok csoportjai Körömlakkok A jó körömlakkot A körmön ecsettel könnyen és egyenletesen el lehet oszlatni anélkül, hogy a körmön lefutna. A száradási ideje 2-3 perc A körömlakkok feladata A köröm esztétikusabbá tétele Kismértékű védelme a mechanikai hatásokkal szemben. Ugye vannak körömlaklemosók, ugye feladatuk a köröm, körömről ugye a lak eltávolítása, a köröm károsítása nélkül. Vannak körömbőr eltávolítók, ugye feladatuk a körömház szegélyből benövéseinek felazítása, ezáltal könnyű eltávolíthatósága. Vannak körömerősítők, tehát feladatuk a körömmechanikai erősítés és védelme. Vannak körömolajok, Feladatuk a krömlak és a laklemosók lak lak által zsírtalanított kröm ápolása. Beszéljünk akkor egy kicsikét az illatszerekről. Az illatszereknek nevezik azokat a test illatosítására szolgáló kellemes közérzetet biztosító illatanyagokat, amelyek etilalkoholt, vizet és illatrögzítőket tartalmaznak. Származhatnak növényekből, ilyenek a rózsa, a citrus, a jázmin, a vanília, a szantál, a cédrus, a kamilla és a levendula. Ezeknek mindegyiknek ugye annak azt tartalmazó olajok, tehát rózsaolaj, citrusolaj, jázminolaj és vaníliaolajok. Ezek vannak az illatszerekben. Napjainkban a virág és gyümölcs, fűszer és egyéb természetes eredetű illatanyagok mellett hódítanak a mesterséges, szintetikus illatanyagok is. Az ára állati eredetűek döntően férfi illatok. A tárolásnál az áru eladó térben történő elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy az illatanyagok fény és hő hatására könnyen oxidálódnak, azaz az eredetileg szintelen folyadékok sárgulnak, illatuk és színük károsan megváltozik. A gyártók is gondoskodnak a védelemről, ezért csomagolják a legértékesebb parfümeket díszes kartonba. Elhelyezésüknél javasolt az eladó, vagy a raktér, fénytől és hőtől védett területe. Illatszerek csoportosítása Az illatanyag, alkohol és a víz mennyisége szerint A parfüm 20%-ig Tartalmaz illatanyagot 80 alkohol tartalmaz és 10-12 vizet. víz. Tehát 20 illatanyag, 80 alkohol és 10-12 víz. Eau de Parfum 8 és 10 százalék illatanyagot tartalmaznak, 80 százalék alkoholt, és szintén 10-12 százalék vizet. EU de toilette. Ezek már csak 5 és 8 százalék illatanyagot tartalmaznak, 70-80 alkohol, és 12 és 25 százalék vizet. EU de Frenche. 3-5 százalék illatanyagot tartalmaznak. 80 százalék alkoholt tartalmaznak. És 15 és 18 százalék vizet. Tehát az EU de France, ugye 3-5% illatanyag, 8% alkohol, 15, illetve 12 től 18-ig tartalmaznak vizet. Illetve van az EU de Cologne, ugye 3-5% illatanyag, 70-85% alkohol, 10-27% tartalmaznak vizet. Van még a kölni víz. 2-5% illatanyag, 40-50% alkohol, és szintén 40-50% között mozog a víz mennyisége. Borotválkozás utáni arcesz, ugye 1 2,5%-ig tartalmaznak illatanyagot, 40 és 50 alkoholt, és szintén, és 40, szintén 40-50 között tartalmaznak vizet. A Magyarországon forgalomba hozott kozmetikai készítményekre szigorú egészségügyi előírások vonatkoznak. Babaápolási készítmények A babaápolási készítmények kizárólag az egészséges bőr tisztítására, ápolására szolgálnak az érzékeny, kipörösödött, kisebesedett bőrbaba számára gyógyszertában kell kérni megfelelő ápolószert. A bebeápolási készítmények összetevőiknél a következő életszakaszok sajátos követelményeit veszik alapul. Újszülött kor, két hetes korig. Csecsemőkor, egy éves korig. Kisgyermekkor, négy éves korig. Újszülött korban a baba bőrének nincs ellenálló képessége, de a csecsemők és a kisgyermekek bőrének is rendkívül érzékeny. Ezért a számukra készített baba, baba ápolási készítményeket külön ért értékelésének vetik alá, tehát szigorúan ellenőrzik ezeket a baba ápolási készítményeket. Funkciójuk szerint csoportosíthatjuk ezeket a baba ápolási készítményeket. Vannak a bőrtisztító és ápolószerek, tehát ezek olajok és emúziók. Van még az úgynevezett baba A baba feladata a csecsemő egészséges, érzékeny bőrének ápolása és tisztítása. Az apró bráncos kák hajlatok, a fülkülső külső járatai, a hónaj, a nemi szervek környékének megtisztítására lehet alkalmazni, mivel e testrészek nehezen hozzáférhetőek a fürdetésnél. Ezeket a kényesebb helyeket olajos vattával lehet jól megtisztítani. Babatejek Más néven baba emúziók. A nagy víz tartalma esetenként különleges hatóanyagot is tartalmazó készítmények feladata a csecsemő bőrének ápolása és tisztítása. Emúzió típusai tehát olaj a vízben. Ritkában használják, ugyanis ebben a fiatal életkorban nem igen szükséges a bőr utánzírozása. Használata csak száraz bőrű csecsemőknél ajánlott. Védő és ápoló krémek. Feladata, ugye a csecsemő egészséges, de érzékeny bőrének ápolása és védelme a bőr kivörösedésének, kisebesedésének kisebb esedésének vannak különböző ápolókrémek, tehát a baba bőrének puhítása, ápolása, zsír és vízveszteségek pótlása, a teljes testfelületre használhatók, könnyen felszívódnak, nem hagynak ruházaton zsíros nyomat. Ugye vannak még védőkrémek, tehát a baba bőrének táplálása és védelme a külső környezeti ártalmakkal szemben, pelenkával fedett bőr védelme. A bőr megóvása a felmaródástól, a kipírosodott bőr nyugtatása. Szerepük a hagyományos pelenkázásnál van a védőkrémeknek. Hintőpörök, ugye szívó és antiszeptikus hatású kozmetikai készítmények a bőrre tapadva vékony védőréteget képeznek, ezáltal csökkentik a ruha dörzsölését, a súrlódás okozta kellemetlenséget, valamint a bőr által kiválasztott nedvesség egy részét fel is szívják. Vannak még baba samponok. A baba samponok feladata a csecsemő és a kisgyermek egészséges hajának és fejbőrének kiméletes, tisztítása és ápolása. Fontos, hogy a szembe jutva a készítmény ne csípjen, tehát könymentes legyen. Baba fürdetők feladata a kisgyermekek fürdővizének illatosítására. Ugye ezáltal esztétikusabbá is teszik ezt a babafürdőket, hiszen általában használnak hozzá színező anyagokat. Valamint a víz lágyítása, dús képzése is van ezeknek a készítményeknek. Tehát szappan használata nélkül is megfelelően tisztán tartja a bőrt. Tehát ez a baba fürdetők feladata. A babanapozók és a fényvédők feladata az érzékeny gyermek bőr megvédése, a káros ibolyán túli ártalmaitól. Kiemelt követelmény, hogy a fényvédőanyag ne okozzon irát, irritációt a baba érzékeny bőrén, és ne legyen fényérzékenyítő hatású. Valamennyi csoportra érvényesek a következők. A babaápolási cikkek gyártásához kizárólag különlegesen finom, nagy tisztaságú, egészségügyi szempontból kifogástalan alap és hatóanyagokat szabad használni. A babaápolási készítmények összetételeit, hatóanyagait a babakorához kell megválasztani. A babaápolási termékek különösen érzékenyek a tárolásra, ezért a csomagoláson feltüntetett tárolási körülményeket szigorúan be kell tartani. Tizenévesek kozmetikai készítményei, a tizenéves korosztály verejték és vadgyümrégyei fokozato fokozatosan működnek, ezért számukra speciális készítményeket gyártanak. Ezek általában termékcsaládként kerülnek forgalomba. Elemei az arszeszek, a gyógyszappanok, a samponok, a szárítókrémek, a hidratálókrémek, Ágolyálláskor szükséges felhívni a vásárlók figyelmét, hogy ezek együtt hatásosak, hiszen ha például egy arcesszel lefertőtlenítették az arcot, az különösen érzékeny a környezeti általmakra, tehát védőkrémet szükséges alkalmazni. Tehát, hogyha valaki arcfertőtlenítőt vesz, vagy szeretne venni, akkor ajánlani kell neki védőkrémet is hiszen utána az arcunk a környezeti ártalmakra érzékeny lesz. Vannak még az időskorúaknak is kozmetikai készítmények, tehát időskorra átalakul a bőr szerkezete, ezért különösen speciális magas hatóanyag tartalmú készítmények kínálnak a kozmetikai cégek. Szükségesek a bőradírok az elhalt hámsejtek általavalítására, őszhajra javasolják a sárgásszint szint eltüntető reflex samponok használatát, arckrémeknél pedig a kollagén, mépempő, elasztin és vitamin tartalmú krémek hatásosak. Tehát idős korúaknak kollagén, mépempő és elasztin tartalmú arckrémeket kell ajánlanunk. Kozmetikumok bolti kezelése az EU kozmetikai irányelvek előírják a 30 hónapnál rövidebb felhasználhatósági idejű kozmetikum csomagolásán a nyitott tégely szimbólum feltüntetését. A nyitott tégely ábrán egy szám és egy M betű olvasható jelentése a kozmetikum a felbontás után hány hónapig használható. Tehát az M betű után, amit olvashatunk, az a felbontás után számított jótállás illetve felhasznál, ö, felhasználhatósági idő. Az áru kihelyezésénél, bolti elrendezésénél különösen fontos az alábbiak betartása. Az áru elhelyezés legyen szakszerű, márkáként, a felhasználási célnak megfelelő csoportosítás alkalmazandó. Az elhelyezés legyen esztétikus és vevőcsarogató rendszeresen portalanítsanak, ügyeljenek a pol, illetve ügyeljenek a polcok és a por tisztítására, tehát a polcokat a portól kell tisztítani. Rendszeresen ellenőrizzék ugye a szavatossági időt. Itt be kell tartani ugye a FIFO elvet, tehát first in, first out elvet. Meg persze szerintem a fefo mert ez pont pont a Fefó elve egyébként. Tehát a, ami előbb jár le, az legyen elől, ami később jár le, az legyen hátul. Tehát elő legyenek az olyan termékek, aminek előbb jár le a szabatossági ideje, hátra meg be kell pakolni mindig a friss termékeket. Tehát sem szabad előre bepakolnunk, áru feltöltésnél, tehát erre ügyelni kell, hogy, hogy a FFO elvet tartsuk be. A kozmetikumoknál szükséges felhívni a vásárlók figyelmét a romlékonyságra, a csomagoláson jelölt felhasználhatósági idő betartásának fontosságára. Bolti kezelésnél különösen ügyelni kell a pormentes csomagolásra, a tiszta polcokra, a vonzó áru elrendezésre és a próba lehetőségére a tesztek, teszterek kihelyezésére. Az eladótérben történő elhelyezésnél a termékeket védeni kell a fénytől és a hőtől is. A kozmetikai szikkek csomagolása A kozmetikumok csomagolására a testet öltött esztétika jellemző, ami egyben közvetíti a vásárlónak a kozmetikai áruk alkalmazásának remélt végeredményét. Követelmény, hogy a csomagolás anyaga kellemes tapintású legyen, formája ergonómiailag jól tervezet, kellemes legyen kézbe fogni. Az ideális hőmérséklet ugye 15 és 20 Celsius fok, és a 15 Celsius fok alatti hőmérséklet egyébként károsító hatású lehet a kozmetikumok alkató részének. Tehát ez fontos figyelembe venni. Vannak az úgynevezett Norinbergi áruk, egy pillanat, mindjárt le is írom. tehát Norimbergi áruk. Tehát a Norimbergi áruk csoportjába tartoznak a vegyipari termékeket felhasználását segítő, kozmetikai kiegészítők, egészségügyi áruk és a háztartási áruk. Kozmetikai kiegészítők, protválkozáshoz használt eszközök, manikűrkészlet, fésük és piperetáskák. Egészségügyi áruk, ugye fogápolási eszközök, mosdókesztjük, szivacsok, gumikesztjük, védőkesztjük, háztartási és higiéniai papíráruk. Ugye itt látunk védőkesztjüket. A háztartási áruk ugye meszelő, kefe, ecset áruk, konyhai tisztító kefék, tisztító szerszámok, portalanítók, fal, csemple, padlótisztítók, padlómosók, ablaktisztítók, seprőárok és válfák, amit pont itt a képen is látunk, illetve ruhaakasztók -ruha és ruhaszárító csipeszek, és a háztartási tisztítókendők sorolhatók a háztartási, nombergi, illetve norinbergi áruk csoportjába. Kozmetikai kiegészítő áruk a kozmetikai kiegészítő áruk elősegítik a hajformázást, a borotválkozást, a körömápolást, valamint a férfiak és a nők számára a kozmetikumok rendben tartását. Ilyenek a kozmetikai arclamosókendők, a manikűrkészletek, a pedikűreszközök, illetve szemöldök, csipeszek és piperetáskák. Nézzük is meg akkor a borotválkozás eszközeit. Borotva ecset, ugye a borotva szappan felvitelére szolgál. A képen pont egy borotvakést látunk, éles, készszerű pengéből áll, alkalmazásához kiegészítő áruként javasolni kell a fenőkő megvásárlását is. Tehát, hogyha valaki a mi üzletünkben esetleg egy borotvakést vásárol, akkor fenőkövet kell ajánlani neki, hiszen ezeket élezni is kell, tehát erről ne feledkezzen meg a vásárló. Borotvakések is vannak, illetve borotvakéseket most beszéltük meg. Borotva beszéljünk néhány mondatot. Tehát lehet egyélű és két élő, élő és hidegen hengerelt borotva penge. Meg van az önborotva, tehát a borotva befogadására szolgál, tehát az úgynevezett ön borotva. Tehát ezt így hívják ezt az eszközt. Illetve vannak manikörkészletek, tehát körömápolás, körömformázás eszközei, amelyek tartalmazzák a kéz és a láb ápolására szolgáló ollókat, körömreszelőt, pedikürólót, körömházápolót és körömtisztítók. Fésük, hajkefék. A hajformázás eszközei csoportosíthatók, alapanyaguk szerint tehát csont, szaru, PVC, PS és egyéb műanyag. Fogazatok, ugye ritka, sűrű és osztott fogazat. Itt pont látunk egy osztott fogazatot, tehát itt sűrű, itt meg ritkább fogazatunk. A felhasználási cél szerint is csoportosíthatjuk a fésüket, tehát bontófésű, formázó hajkefe és zsebfésű. Pipéretáskák. A tisztálkodószerek tárolásának eszközei, Amelyeknél alapvető követelmény a könnyű tisztíthatóság. Nők számára nagyobb méretben élénk színekkel készülnek, míg a férfiak számára általában kisebb méretben, visszafogott színekben gyártják. Egészségügyi áruk. Az egészségügyi áruk mindennapok tisztálkodásához tartozó készítményeket has, értjük ez alatt és ezek használatát a higiéniát, testápolás segítő termékek tartoznak még ide, az egészségügyi árok csoportjából. Még ide tartoznak a fogkefék, a fogsejmek, a mosdókezdjük, a mosdószivacsok és a mosdókefék, a kezdjük és a védőkesztyük. Háztartási és higiéniai papírárok is ide tartoznak, és az egészségügyi árokból nagyjából így ennyi is lenne. De most kifejtem néhány mondatba. Ugye beszéltünk a fogkefékről. Ja, ahol most pont nincs itt kép, de mindenki el tudja, el tudja képzelni. Tehát a fogkefék a sörték keménysége alapján lehetnek lágyak, közepesek és kemények. Felhasználási cél alapján vannak gyermek és felnőtt fogkefék. Vannak még fogsejmek, ami itt van a képen is. A fog között fog közötti tisztításra szolgálnak. Tehát a fogak közül kiszedjék a piszkat. Mosdókesztjük szivacsok és mosdókefék. Segítségükkel hatékonyabb és kellemesebb a test tisztítása. Gumikesztjük és védőkesztjük. Tehát gumikesztjük és a védőkesztjük az agresszív háztartási tisztítószerek alkalmazásakor védik a kezet. Háztartási és higiéniai papíráruk, ugye kemény, gyenge, nedvesség, felvevő, sejden, vagy jó, net szívó képességű, tiszú, tehát szövött papírból készülnek. Ide tartoznak a papírzsepkendők, a papírszávéták, a kozmetikai törlőkendők, a papírtörölközők, amit pont itt látunk a képen, illetve a konyhai törlőkendők és a toalettpapírok. Igen, nagy csoportot alkotnak az egészségügyi betétek, a tamponok, a gyermek és felnőtt pelenkák is. Ezekről így most nem mutatnák képet. Háztartási árukkal foglalkozzunk még egy kicsit. A háztartási áruk a lakáskorban tartás, takarítás készítményeinek felhasználását segíti elő. Főbb csoportja kefe és ecset áru. Lehetnek konyhai tisztítókefék, meszelők, portalanítók, egyéb háztartási tisztítók, fal, csempe és padló tisztítók. Lehetnek padlómosók, amik ugye lehetnek vágott fejű, viledából, pamutból vagy sződgyapjúból készültek. A padlómosok kiegészülnek különféle méretű és formáról, csavaró fejes vödrökkel is ablak Ablaktisztítók Ablaklemosók és különböző szélességű szilikonokból vagy gumiból készített ablaklehúzót. Lehúzók tartoznak ide. Tehát különböző szélességűek, szilikonból vagy gumiból vannak. Vannak még seprűjáruk, ugye lehet cirok, lószőr vagy vesző alapanyagú. Itt pont most cirok van. Tehát cirok seprű. De még van lóször is, amit mondtam. Lóször, vagy vesző. Tehát cirok, lóször és vesző. Seprőáruk vannak. Vannak válfák és ruhaakasztók. Anyaguk lehet fa vagy műanyag. Alapvető követelmény a felületi simaság. Vannak még ruhaszárító csipeszek is, itt a háztartási áruknál tehát műanyagból és fából készültek léteznek. Vannak háztartási tisztítókendők, tehát jó, ne szívó alapanyagból készülnek, ilyen például a vilada, és pont magunk előtt is egy vilada háztartási tisztítókendőt látunk. A nombergi áruk bolti kezelése Külön extra igény nélkül tárolhatók, mert nem fényérzékenyek, ugyanakkor a tűzön naptól, az ultraibolya sugárzás anyagkárosító hatása miatt védeni kell a termékeket. Gondoskodni kell az áruk szakmai csoportosításában történő áttekinthető, hozzáférhető elhelyezéséről és folyamatos tisztántartásáról. A Norinbergi áruk csomagolása Az áru jellegétől függően PL-tasakban, kozmetikai pamacsok, PS-dobozban, tehát pálcikák, kartondobozban például tisztasági betétek, vagy éppen csomagolás nélkül a takarító eszközök kerülnek forgalomba. Az ideális hőmérséklet ezeknek az áruknak, illetve ezeknek az áruknak, hiszen pont itt a képen is Norimbergi áruk vannak, 20 Celsius fok. Tehát szobahőmérsékletet kell biztosítani nekik. És nagyjából szerintem végeztünk is volna ezekkel a témákkal. Ez lett volna így az utolsó témám. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!